Az egykor fásított, esős időben sárral borított terület helyén ma egy térkövezett, szabadidős park létesült a Perti Telepi Általános Iskolában. A tavalyi évben lelkes szülők kezdeményezésére önkormányzati és magánszemélyek összefogásával jöhetett létre a korszerűsítés. A Petri Parkot ünnepélyes keretek között adták át a gyerekek számára október 20-án. Nagy öröm számunkra ez a mai nap. Igaz, hogy nem nagy ez a kis parkunk, de számunkra ez nagyon nagy öröm. Tavasszán indult a kezdeményezés, hogy szépítsük iskolánk udvarát. Ki kellett vágni a fákat, mert balesetveszélyesek voltak, és innen jött az ötlet. Úgyhogy az akkori intézmény vezetése, Kovácsné Évike, meg Kis János tanárbácsi vezetésével indult el ennek a parknak a létesítése. Az átadás pedig a mai nap folyamán, amikor igazán birtokba vehetik a gyerekek. Szerettük volna, hogyha az iskolánk minden dolgozója részt vesz ezen a kis ünnepségen. Egy rövid kis ünnepséget terveztünk, ahova meghívjuk azokat, akik támogattak bennünket, illetve segítették ennek a parknak a létrejöttét. Szülőket, vállalkozókat, az intézmények képviselőit kiemelném itt az önkormányzat által működtetett gazdasági ellátószervezetet, illetve Molnár Lajos szülőt, aki a térkövet ajánlotta fel. A felújított parkban akár még egy kinti tanórát is meg lehet tartani, mondta el riporterünknek Kovács Józsefné intézményvezető helyettes, hiszen az egyik szülő 7 darab padot készített az iskola számára. Én úgy gondolom, hogy a mai világban nagy dolog egy ilyen összefogásnak ilyen szép eredményt elérni. A térkövek is kerültek 500 000 forintba a gazdasági ellátószervezet részéről, illetve ehhez még a vállalkozók adták a szakmai tudásukat, az eszközeiket, és a segélymunkáról ne is beszéljünk. Korábban az erdei részben néhány fát balesetveszélyessé nyilvánított a püspöklányi katasztrófa védelmi kirendeltség, ezért azokat ki kellett vágni. Ekkor jött az ötlet, hogy bővítsék a diákok játékterét. A munkálatokban pedig szülők, vállalkozók, valamint a gazdasági ellátószervezet is közreműködött. Megkerestük a gazdasági ellátószervezetet, ő azt mondta, hogy akkor ami hiányzik, azt hozzáteszi. Nem kicsi összegről volt szó, tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog az iskola történetében. Aztán megkerestük a vállalkozókat, hogy kinek hol lenne gépe ehhez a munkálatokhoz. Egy nagyon esős, viharos éjszaka után úgy alakult, hogy a katasztrófavédelemet kellett kihívni, és ő ki is vágta ezeket a fákat. Nem véletlenül voltak ezek kijelölve, és utána jöttek a gépek, a markolók, a bitument föl kellett vágni, aztán jöttek a kőműves szülők, vállalkozók, a dolgozókat adták, mi pedagógusok a szakmunkát, a segédmunkát, segédmunkát, női pedagógusok pedig segítettünk főzni itt a dolgozóknak, akik dolgoztak, felszolgálni, egy kis italt hozni nekik. Nagyon jó hangulatba telt a munkának az a zöme, ami itt a tényleges térbúkorással zajlott. Az átadó ünnepségen az iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, óriási öröm az intézmény számára az új közösségi szintér, s céljai között szerepel tovább fejleszteni az iskola udvarát. Öröm, hogy most már nagyobb tér áll a gyerekek rendelkezésére, ahol együtt lehetünk, együtt játszhatunk. A szépítkezés reményeink szerint nem áll meg. Szeretnénk, ha folytatódna. Céljaink között szerepel tovább újítani iskolánk udvarát. Fontos számunkra, hogy ebben a rohanó világban az itt felcseperedő gyerekek hasznosan, kulturált körülmények között tölthessék el szabad idejüket. Együtt, vidáman, a szabad levegőn, egymásra figyelve, mint egy nagy család. Hogy mik a további terveink? Szeretnénk egy új létesítményt, egy sportjátszótér kialakítását a sportpálya melletti téren. Működtetőnkkel tervezzük az egyeztetést. Várjuk az ötleteket, a segítséget, hiszen összefogva egy csapatként itt a példa, mi mindenre vagyunk képesek. Itt szeretném bejelenteni, hogy a napokban nem csak az udvarunk újult meg. Az állami TIOP pályázat nyerteseként 32 tantermi,
és 8 nevelői notebookkal gyarapodott iskolánk számítógép parkja. A műszaki átvétel folyamatban van. Nem sokára birtokba vehetik, és fejleszthetik tudásukat intézményünk aprajai, nagyjai. Jó munkát kívánunk hozzá! Ezt követően Kovács Józsefné köszönte meg mindazok anyagi és szakmai támogatását, akik hozzájárultak a Petri Park létrejöttéhez, majd ismertette a jelenlévőkkel a terület kialakításának folyamatát. A Molnár tüzép vezetője, Molnár Lajos szülőként felajánlotta a térköveket. Az egyéb kiegészítőket, sódert, cementet az önkormányzat gazdasági ellátó szervezete, ismert nevén a GESZ biztosította. Miután a katasztrófa védelem tűzoltói egy viharos éjszaka után kivágták a fákat, a Kasztor Kft. Rakodógépükkel kiszedte, elszállította a földben maradt óriási gyökereket. Vig György vállalkozó a bitument pálya szélének egyenesre vágását oldotta meg. Gali István szülő az anyagok szállítását végezte kis teherautójával. Olá Attila, szülő és vállalkozó, a szakmai kőműves munkát irányította és végezte Darai László kőműves szakoktató segítségével. A segédmunkát pedig kollégáimon kívül a szülők, nagyszülők, ismerősök adták. Szilágyi Attila, Nagy Pál, Nagy Csaba, Kuruc András, Molnár Alex, Kovács József, Fórián János, Tőke Imre, Horváth József, Karacs Imre. A köszöntő gondolatok után Dombi Imréné városunk polgármestere és Molnár Lajos vállalkozó adták át a felújított parkot a diákok számára. Dombi Imréné polgármester az ünnepségen elmondta, városszerte nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a zöld felületek, parkok felújítására, hasznosítására. Ennek, illetve egy példaértékű szülői összefogásnak köszönhetően jött létre a Petri Park is. Az önkormányzat a működtető, tehát minden ilyen felelősség az önkormányzatot terheli. A gyerekek már birtokba vették, tehát a szünetben ki tudnak jönni, és tényleg nem lesznek sárosak, nem kell, hogy a pocsolyában járkáljanak. Azt gondolom, hogy valamire való városvezetés az nagyon fontosnak tartja, hiszen a felnövekvő generációról gondoskodnunk kell, és az mindegy, hogy mikor, milyen formában, ha térkövet kell rakni, akkor azt kell, hogy tegyünk, ha bármilyen másfajta működtetésről, vagy bármilyen szervezésről van szó, azt kell, hogy megtegye a városvezetés. Azt gondolom, hogy ebben teljes volt az egyetértés, hiszen látszik, egy teljes körű összefogás volt, önkormányzati intézmény, vállalkozók, szülők, és mint ahogy hallhattuk Évikének is a bevezetőjében, még a gyerekek is részt vettek ebben a felújításban. A park kialakításában a gyerekek is nagy segítséget nyújtottak a szakemberek számára, akik szüleiket elkísérve megtalálták a rájuk szabott feladatokat. Segítettünk, a bácsik mondták, hogy a nálon szedjem a ilyen térkörről, meg utána segítettünk a téglát hordani. Nagyon tetszik ez a park, és sokat fogunk játszani ezen a parkon. Köszönöm, tetszik neked ez a park, és mire fogjátok használni a barátait? Tornázni, játszani, ha esik is az eső, nem lépünk be a sárba, meg ilyenek. Köszönöm. A felújítás igen időszerű volt, hiszen a tér nem csak látványában nem volt szép, de csapadékos idő esetén tócsák sokasága okozott kellemetlenséget, hangsúlyozta az átadó ünnepségen Petőné Pap Margit önkormányzati képviselő.
Hát eredetileg ez egy fával beültetett rész volt, ami azért nem szolgálta kimondottan a gyermekek érdekét, mert ha nagyon sok eső esett, akkor itt szabályosan nem park volt, hanem tó. Utána nagyon sárosak, piszkosak voltak a gyerekek, mindig figyelni kellett arra, hogy ne menjenek oda. Ezért valóban szülői kezdeményezésre és az önkormányzat támogatásával megvalósult, hogy itt az a rész, ami régen vízzel borított volt, az most szép járólappal van kirakva, és azokat a fákat pedig az erdészet közelműködésével kivágták erről a területről, amelyek balesetveszélyesnek minősíthetőek voltak. Hát az önkormányzat abban az időben, amikor átadhatta volna az intézmények fenntartását és az államnak, vállalta a működtetés továbbra is. Úgy vélem, hogy a működtetésben az is benne van, hogy az intézmény különféle területeinek a korszerűsítését is támogatja, és a mai napon azt láthatjuk, hogy ez hogyan valósult meg. A felújított és funkciójában is megújult terület méltó módon szolgálja ezen túl a Perthi telepi általános iskola közösségét, az intézménybe járó gyermekek és szülei kényelmét, sportolását, biztonságát és kikapcsolódását egyaránt.